Még mindig itt vagyunk a visi holtágon. A gólya még mindig itt van. A mellettem lévő idős házaspár is megunta. És hal nélkül mennek haza ők is. Volt még ott mellettük még egy másik bácsi. Hát ő sem fogott semmit. Pedig itt azt mondják, hogy sok a hal. Ha valaki rákeres a visi holtágra, láthatja a halállományt, hogy jelölik. Na hát, az egy nagy kamu. Gólya van. Hal nincs. Én nem tudom, mi van itt. Ezért kiváltani az engedélyt, meg horgászni, hogy hal sincsen. Na és akkor ilyenkor kellene jönni ide a nagy horgász királyoknak, akik a telepített talomon keménykednek, hogy ekkora meg akkora pontyot fognak. Na, ide kell jönni horgászni. Ha itt tudtok halat fogni ti telepített tavas horgászok, akkor azt mondom, hogy oké, tudtok horgászni. De addig, amíg vadvizen egy keszeget nem tudtok fogni, csak telepített tavon, akkor szerintem nincs miről beszélni. És még ti vagytok a horgászok. Na jó, hagyjuk, mert csak felbasszantom magamat az ilyen telepített tavas horgászoknak a eredményein, hogy ők mekkora nagy királyok, aztán sehol nincsenek. Ide kell jönni vadvízre. Ide. Na, most megcsípog a kapási jelző. Na hát, erről van szó. Gyertek ide, nagy ho-ho-ho horgászok, tavi királyok, vadvízre, itt fogjátok halat. Látjátok itt, aztán esélytelen. Nem tudtok halat fogni csak a telepített tavakon, akkor meg ne sírjon szálltok. Hogyha más lenéztéteket, akik vadvízen horgásznak.